Egyre erősödő fájdalmaim voltak az arcom bal oldalán, a fülem körül. Az egész bal oldalam fájt. Hamarosan kiderült, hogy a panaszokat őf sem okozza. Rendkívül fájdalmas volt. Piros foltok jelentek meg a nyakamon, a fejbőrömön, a fülemnél. Egy-kettő a mellkasomon is volt, meg a hátamon. Az orvos által felírt fájdalomcsillapítók csak ideig, óráig hatottak. Nagyon rosszul voltam, minden tagom fájt, akár feküdtem, akár talpon voltam. A betegség 3 nap alatt legyűrte az egyébként aktív hölgyet. Semmit nem tudtam csinálni, csak lézengtem. Bementem a szobába, leültem a kanapéra, és próbáltam valahogy jobban lenni. Bekapcsoltam a tévét, mert 35 éve mindig nézem a 700-as klub adásait. Gordon Robertson és Terry Musen voltak a műsorvezetők. Ők éppen akkor imádkoztak valakiért, akinek övsömöre volt. Na, erre felkaptam a fejem. Valakinek övsömör van az arca bal felén. Nagyon fájdalmas. Most, de Isten most meggyógyítja. Ilyet azelőtt sosem mondott, úgyhogy tudtam, hogy rólam beszél. Csupa füllettem. Azt mondta, hogy a kiütések eltűnnek. Elhalványulnak, és a bőre teljesen épp lesz. Nem fog bekövetkezni az orvosok jóslata az idegkárosodásról. A fájdalom és a szenvedés megszűnik a Jézus nevében. Ebben a pillanatban a fájdalmat, mintha elvágták volna. Azonnal elmúlt, én meg felugrottam, és teljes szívemből dicsértem az Urat ezért, az azonnali, csodás gyógyulásért. Fantasztikus volt ezt megtapasztalni. Néhány nap múlva Wanda szokásához híven lement a közeli edzőterembe. Hétfőtől péntekig én minden nap lemegyek 45 perc mozgásra az edzőterembe. Először fél órát sétálok, aztán felülök a szobabiciklire. Majd ezután súlyzózok 5-7 kilós súlyokkal. Minden alkalmat megragad, hogy megosztja Jézus iránti szeretetét. Bárkinek elmondom, ha bízik Istenben, ő megteszi, amit ígért. Ézsaiás proféta azt mondja az 53-as részben, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk. És én dicsérem az Urat az ő gyógyító erejéért.